Köszöntöm Önöket, ez az Ötkarika Pannon televízió sportműsora, amelyben a tokiói olimpia legfontosabb aktualitásaival foglalkozunk. A stúdióban köszöntöm Tóth Tibort, sportújságírót, valamint Szalai Attilát, karikaturistát, a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagját. Üdvözöllek itt a stúdióban benneteket. Köszöntöm a nézőket, Jézsolt. Ugye a korán kelők igazi érem esőre ébredhettek, főleg magyar szempontból. Mit szóltok a tokiói olimpia 13. versenynapjához? Igen, ma Rasoszti Kristóf ezüstjére ébredtünk, majd jött Tótka Sándor aranyérme és Csipes Tamara ezüstérme. Örülök Tamara sikerének, mert ő nagyon sokáig ugye Kozák Danuta árnyékába nevezett, most pedig sikerült neki kicsit kitörni Danuta árnyékából is egy érmet szerezni. Sajnálom, hogy nem lett arany, de Liza Carringtont ezen az olimpián szerintem senki nem veri meg. Ugye Kozák Danuta dominált Rióba, most Liza Carrington annyira dominál Tokióban, és van még egy versenyszáma, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy siker. Az ezüstérem. Kozák Danutának nem jött össze az érem, de hát őt most ugye nemrégen kislánya született, egész más felé vannak neki a gondolatai. És még kiemelném a szerb súlylökőt, Armin Sinancsevicet, aki második legjobb európaiként a 7. helyen végzett a súlylökés döntőben. Nem érem, de egy nagyon nagy siker. Így van, ez valóban egy nagyon komoly eredmény. Attila, te hogy láttad a mai versenynapot? Hát én mindenképpen nagyon sajnálom Kozák Danutának ezt a 4. helyét, mert tényleg minden idők legjobb magyar olimpikonja már vagy lehet. Hát biztos, hogy ahogy már múltkor is beszéltünk, az a 4. hely, ez egy nagyon, nem mondom átkozott, de tényleg egy bronztótól, és hát valójában a 4. helyet évek után már nem jegyzi senki. Viszont nagyon élveztem Kristófnak, Rasoszkinak a 2. helyét, szerintem ez egy aranyjal fölér, tehát ahogy olvastam, hogy Hévízen készült ebbe a meleg vízi úszásba, ez a 10 kilométer, ez kegyetlen lehet. Tehát azt hiszem a német győző, tehát azt lehetetlen volt beérni, de egy óriási harc volt az olaszszal, és egy ügyes cikázásokkal kivette támadást, és szerintem ez az ezüst fölér egy arannyal. Így van, ez az ezüst nagyon szépen csillog. Mi pedig nézzük meg, hogy milyen eredmények születtek a mai versenynapon a tokiói olimpián, mind magyar, mind pedig szerb szempontból. Remekül kezdődött a magyarok számára a mai nap a tokiói olimpián, egy arany és 2 ezüstérmet szereztek. Az aranyat Tótka Sándor nyerte kajak 1-es 200 méteren, a szám másik magyarja Csizmadia Kolos kevéssel maradt le a bronzéremről és a 4. helyen zárt a döntőben. A női kajak 1-esben 500 méteren született érem, Csipes Tamara ezüstérmet szerzett, a címvédő Kozák Danuta ezúttal lemaradt a dobogóról és 4. helyen végzett. A Nádas Bence Kopasz Bálint duó hatalmas csatában a 4. helyen végzett a kajak 2-esek 1000 méteres versenyében. Ugyanebben a számban a Béke Kornél Varga Ádám 2-s a B döntőben fejezte be a szereplését és összesítésben a 12. helyen zárt. Balla Virág nyert, Takács Kincső pedig 6. lett a B döntőben a kenu 1-esek 200 méteres versenyében a tokiói olimpián, így előbbi 9-ként, utóbbi 14-ként zárt. A két győri kenus később közösen párosban is vízre száll a japán fővárosban, az 1-es tulajdonképpen mindketten bemelegítésnek szánták a főszámukra. Ezüstérmet nyert Rasoszki Kristóf 10 kilométeres nyílt vízi úszásban. Gulyás Michel és Kovács Sarolta a 36 fős mezőny első felében a bő élcsoportban zárta a női öttusázók csütörtöki körvívását a tokiói olimpián. Ugyanebben a számban Marosi Ádám az első 10-ben fejezte be a nyitószámot. Kassa Róbert teljesítménye ugyanakkor elmaradt a várakozástól a férfi öttusázók vívása során. 220 pontjával 10. lett. Kassa 15 győzelemmel és 20 vereséggel a 27. helyen zárt a 36 fős mezőnyben 190 ponttal. A nők versenye pénteken, a férfiaki szombaton folytatódik. Nem jutott döntőbe a magyar női vízilabda csapat, ugyanis 8-6-ra kikapott az elődöntőben a spanyol válogatottól. A magyar lányok szombaton a bronzért játszhatnak az orosz olimpiai csapat ellen. A döntőt vasárnap rendezik, a spanyolok ellenfele az Amerikai Egyesült Államok legjobbjai lesznek. A tokiói olimpia 13. napján a szerb olimpikonok közül a napot Strahinja Stefanović kajakozó indította, aki 1-es 200 méteren nem jutott fináléba, összesítésben pedig a 11. helyen zárt. Milica Novákovics ugyan nem jutott be a kajakkenu női 1-es 500 méter döntőjébe, de a B döntőben még evezni fog. A súlylökő Armin Sinancsevic legjobb 20,89 méteres lökésével a 7. helyezést ért el a tokiói olimpia döntőjében.
tehát több érmet is szerzett a magyar különítmény. Érdemes kiemelni elsőként talán Tótka Sándorral kezdjük, aki aranyérmet nyert 200 méteren kajakban. Hogy látjátok ezt az eredményt? Mennyire lehetett ezt látni, várni, hogy első helyen végez? Esélyesnek számított, ugye? Hát utóbbi évben a magyarok kajakban, férfi kajakban nem értek el túl jó eredményeket. Most Tótka Sándor ezt az ült egy kicsit ugye betöltötte. És érdekes, hogy ez az első magyar arany az olimpiák történetében 200 méteren. Ugye London óta van programban ez a legrövidebb táv, magyar arany még nem született, és Tótka Sándor Milák Kristóffal együtt az első magyar sportoló, aki már nyert ifjúsági olimpiát is, és most felnőtt olimpiát is. Igen, valóban egy ilyen különleges klubot alapíthatnak. Ami még érdekes, hogy Párizsban ez a szám ez nem fog szerepelni a menetrendben. Te, Attila, hogy láttad ezt az aranyérmet? Hát nagyon izgalmas volt, mert tényleg ott az utolsó pillanatig buliban volt mindenki, szinte az első négy helyzet, hát szintén szomorú vagyok, hogy negyedik lett a másik magyar legény, tehát szintén ott még a fölvételen, tehát az élő között is majdnem úgy jött ki, hogy ezüstérmes, de hát tényleg ott a centéken múlott. Mert ez pedig, hogy Párizsban megint nem lesz, ezt furcsálom, de hát valószínű, hogy jönnek az új sportágok, osszák, szabják az egész dolgot, hát ez csak nekünk, mint magyar sportolóknak, ez biztos, hogy egy újabb mínusz lesz. Így van, valóban érdekes, mert hogy a 200 méteren a kajakban ez egy igazán izgalmas futam. Ugye a negyedik Csizmadi a Kolos lett, aki sajnos beragadta a rajtnál. Ugye másik érem is született ebben a műfajban, ugye Csipes Tamara második lett. Ez mennyire volt meglepő, úgyhogy ott volt a mezőnyben Kozák Danuta is? Hát igen, sokan ugye azon volt, hogy Kozák Danuta torony meg a esélyes most is, azonban azért lehetett azt már előre sejteni, hogy ahogy említettem is az előbb, hogy már ő egy kicsit másfelé is figyel, nem csak a sportágra, és Tamarának pedig végre kijött úgy a lépése, hogy valóban megérdemelte, mert ahogy említettem is, sokat ugye árnyékban nevezett eddig Danuta mögött, és ő benne azért több van Tamarában, tehát én bízom benne, hogy nem tudom, Párizsig folytatja, de azért egy olimpia arany egyéniben is nagyon dukálna neki. Így van, ezt ő maga is említette, hogy ő folyamatosan úgymond a második számú versenyző volt Kozák Danuta mögött, aki az egyik legeredményesebb magyar olimpikon. Neked mi a véleményed erről? Mondom ismét, hogy sajnálom Danutának ezt a negyedik helyét, de hát olvastam egy elemzésbe, hogy hát az emberek, tehát a sportolók szeretnék az újabb érmeket, de hát az idő pedig múlik, tehát azért jönnek az új, fiatalabb, fölkészültebb sportolók, amik ellen szintén föl kell venni a harcot. Hát nehéz lesz szerintem Danutának, ez még van egy szám, de sajnálom ezt a negyedik helyet. Igen, talán ez a második hely segít Danutának is abban, hogy a négyesben talán erőt merítsen, és ő is így nyilatkozott az interjúikban, hogy bízik abban, hogy tud valahonnan még erőt mozgósítani, ami esetleg átragad a többiektől ő rá, tehát hogy még van esélye 400-on. Nagyon bízunk benne, mert ugye a magyar kajak 4-500-on a női címvédő, torony magas favorit, a németek voltak mindig sokáig a legnagyobb ellenfeleik. A németek viszont mostanában nem tudom, hogy mennyire figyelték a kedves nézők, kajakkenuban, mintha kicsit hanyatlanának, alig van német érem. Máskor ugye Magyarország, Németország két nagy hatalom volt, németek most nagyon aládobtak kajakkenuban, nem tudom, milyennek az oka, vagy annyi pénz nincs a kajakkenu sportra, vagy nincsenek tehetségek, nem tudom, de németek szereplés azért nagyon negatívum kajakkenuban eddig. Igen, ez mondhatni egy meglepetés. Maradjunk továbbra is a víznél, vagy a vízi sportoknál, ugye Rasovszky Kristóf nyílt vízi úszók között 10 kilométeres versenytávban második lett ezüstérem, ami tulajdonképpen úgy csillog, mint egy aranyérem lenne, jól mondom? Igen, mondom, én nagyon örülök ennek az aranyéremnek is, tehát megérdemli, tehát ő volt világbajnok is, tehát ez egy kegyetlen hosszú táv, ez a 10 kilométer, és így hozzá csatolni még ehhez a második helyhez, hogy Szilágyi Áron mondta, hogy hát abban a szobában, ahol a kollégája szintén ezüstérmest nyert vívást van, hogy illik, hogy Rasovszky egy ezüstéremmel gazdagítsa a magyar tábort, és azt mondta, hogy hát föl is fogja hívni Szilágyit, hogy az ezüst megvan. Tehát ez egy ilyen kabala szobának nevezhető. Így van, ez egy jó ómen volt, hogy egy szobába kerültek. Ugye a női vízilabdázók is vízbe ugrottak, kikaptak Spanyolországtól az elődöntőben 8-6-ra,
Ez mennyire meglepetés, vagy ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez papírforma? A statisztikát nézzük, hogy a legutóbbi 11 meccsből, ha jól tudom, 9-et nyertek a spanyolok, 2-t a magyarok, akkor nem meglepetés. De azt nézzük, hogy hogyan játszottak a magyarok például Hollandia ellen, és hogy előtte verték az Egyesült Államokat, akkor viszont meglepetés. Én úgy láttam, hogy a magyar együttesnek valahogy a támadásban voltak a hibák. Kapus jó védett, amit lehet megfogott, a védelem se volt rossz, viszont támadásban sok volt az elszórt labda, a kihagyott ember előny, szétlőtték a kapufákat. Egyszerűen nem ment, alig találták el a kaput, ha meg eltalálták, az olyan erőtlen lövés volt, nem is volt igazán helyezve, a spanyol kapusnak könnyű zsákmány volt kivédeni, tehát szerintem itt a támadó játékon ment el ez a mérkőzés. Bíró Attila, a magyar szövetségi kapitány is így nyilatkozott, hogy talán a támadó játékban kellett keresni a hibát, talán túlságosan is a védelemre összpontosítottak, lehet, hogy tényleg ez volt a probléma? Igen, mert a statisztikák mutatták, hogy a spanyolok az utóbbi meccsekben mindig favoritok voltak és győztek. Én is úgy látom, hogy a védelemre összpontosítottak, és valahogy nem jött össze minden a támadás. Például az utolsó negyedben, annak a vége felé volt rengeteg idő, meg helyzet, amikor két gól volt, és hát fölzárgódhattak volna egy gólra is, és akkor már minden megesett, de hát mégiscsak ez egy kemény spanyol válogatott. Ugye a bronz meccsen az orosz olimpiai csapattal mérkőzik meg Magyarország, itt mire számíthatunk? Bízom a győzelemben. Ugye találkoztak az első fordulóban, akkor a magyarok vezettek 2x3 góllal, onnan lett 10-10. Hát bízom benne, hogy nem követik el azokat a hibákat, amelyeket elkövettek azon a meccsen, mert az orosz csapat ez egy verhető gárda. Ha úgy játszanak, mint a hollandok ellen a magyarok, akkor én szerintem hozható ez a mérkőzés, és nem is lennünk kell majd izgulnunk azért, hogy ki lesz a harmadik. Te Attila, mit vársz ettől? Hát én is azt mondom, tehát ez az aranyéremért való harc, ez már elszállt, tehát most összpontosítanak ellene a bronzéremre, de biztos, hogy most nehéz ebben a pillanatban, de hát azért bronzérem is szépen fog csillogni, és én bízok benne, hogy azért stáb összerázza a fejbe a lányokat, és azért tényleg ott a lehetőség, tehát a bronz, hát most már az aranyért már kár sírni. Így van, bízunk benne, hogy a magyar lányok tudnak jól harcolni a bronzéremért, és meg is tudják szerezni. Mi pedig nézzük meg, hogy milyen eseményekre számíthatunk az olimpia 14. játéknapján, vagyis holnap, szerb, illetve magyar szempontból is. A csapatsportoké lesz a főszerep a tokiói olimpia 14. versenynapján. Holnap pályára lép a szerb női kosárlabda válogatott, a női röplabda csapat és a szerb férfi vízilabda csapat is. A női kosárlabdázók az Amerikai Egyesült Államokkal mérkőzik meg a döntőbe jutásért. Papíron az amerikai csapat az erősebb, az USA csapata 1992-ben a barcelonai olimpián kapott ki utoljára, azóta 53 győzelmet arattak az ötkarikás játékokon. A szerb röplabda csapat is az USA csapatával küzd meg az elődöntőben. A röplabdás lányok meggyőző játékkal 3-0-ra ütötték ki az olasz csapatot, így magabiztosan várhatják az amerikaiak elleni mérkőzést. A szerb férfi vízilabdázók Spanyolország ellen ugranak medencébe az elődöntőben. Szerbia csapata címvédőként egyértelműen a döntőbe jutásért játszik. Szintén az elődöntőben szerepel a magyar férfi vízilabda válogatott. A magyar vízilabdázók Görögország legjobbjaival játszanak a döntőbe jutásért. Magyar szempontból érdekes lehet még a kajakosok küzdelme is, ugyanis a női és a férfi kajak négyes is versenyez 500 méteren. A magyar öttusázók is folytatják a küzdelmeiket, itt Gulyás Michelnek és Kovács Saroltának lehet szurkolni. A holnapi napon tehát főleg a csapatsportoké lesz a főszerep. Ugye pályára lépnek a női kosárlabdázó lányok, Szerbia-USA mérkőzés lesz. Itt mire számíthatunk? USA egyértelmű favoritja az Amerikai Egyesült Államok csapata. Nagyon régóta nem kaptok már ki. Én azt hiszem, hogy a szerbeknek az esélytelenek nyugalmával kell itt pályára lépni. Szívüket kell a pályán hagyni, és megpróbálni minél jobban megszorítani az Egyesült Államok válogatottját. Hát hogyha sikerülne véletlenül nyerni, hát ez egy hatalmas szenzáció lenne. Ugye azt mondják, hogy a statisztikák ezt mondják, illetve a történelemkönyvek is, ugye, hogy az Amerikai Egyesült Államok női csapata 1992 óta nem kapott ki tulajdonképpen a barcelonai olimpia óta olimpikákon, 53 meccs, van esély a szerb csapatnak?
Hát minden lehetséges, tehát mégiscsak egy döntő. Én azt mondom, hogy ahogy mondja Tibi, hogy mindent félre kell dobni, és nem gondolni arra, hogy Amerikával játszanak. Én azt hiszem, hogy tudnak a szerb lányok egy olyant produkálni, még csodát is, mert meglát, hogy ez a balkáni virtus, ez behúzódhat, hogy nem érdekli. Tehát ő, azt tudjuk, hogy az Amerika a favorit, jó, oké, de meglát, hogy a lányok tudnak olyant összehozni, mert mégiscsak aktuális Európa bajnokok. Meglepetés történhet, mint ahogy mondjuk rá mai kosárlabda meccsen is csak oda fűzném, hogy a franciák egy kossal verték a szlovénokat, meg az utolsó pillanatban minden megtörténhetett volna, tehát nem tudni, hogy mi lesz. Én azt hiszem, hogy lehet egy kis meglepetés ebben. Ugye Szerbia dupla fronton is csatát vív az Amerika Egyesült Államokkal. Szerbia-USA női röplabda elődöntő is lesz. Itt vajon kiegyenlítettebbek a viszonyok? Itt szerintem a szerbek az esélyesebbek. Láttam a lányok minden meccsét, a brazilok ellen kaptak ki, a többit pedig nagyon simán nyerték meg. Olaszokat is hát lemosták a pályáról, finoman szólva. Úgyhogy nem rossz az Egyesült Államok csapata, de én úgy hiszem, hogy itt a szerbeknek nyerni kell. Ugye a másik ágon a brazilok játszanak elődöntőt, úgyhogy én egy szerb-brazil döntőt így prognosztizálok előre, és most vissza lehetne vágni a braziloknak ugye a csoportban elszenvedett vereségért. Tehát Attila, hogy látod, te is a döntőbe várod a szerb csapatot? Igen, mert pont most fordítva van, tehát mindjárt, hogy a kosárlabdában, hogy itt a szerb lányok a favoritok, viszont itt pedig szintén el kell ereszteni magukat, hogy igenis játsszák, amit tudnak, a legjobbjukat, és nem abban foglalkozni, hogy most esetleg meglepetés szülessen. Én azt hiszem, hogy itt pedig a másik része az, hogy épp azért is megmutatják, hogy oda kerüljenek a döntőbe, és ott bízva abba, hogy a braziloknak visszaadják azt, amit elvettek tőlük előtte. Ugye holnap két fontos elődöntőt is tartanak, férfi vízilabda, Spanyolország, Szerbia, Magyarország, Görögország. Érdekesség, hogy a csapatok már találkoztak egymással a csoportkörökben. Mit várhatunk ezeken a meccseken? Igen, és akkor ugye spanyol és görög győzelem született, és azt mondják, hogy ugyanazon a tornán, ugyanattól a csapattól még egyszer már nem kaphatsz ki, ez íratlan szabály. Tehát ezt nézzük, akkor egy magyar-szerb döntő várható. Hát a szerbek a csoportban szerintem tartalékoltak, ugye elég idős a csapat, heten bejelentették, hogy az olimpia után abba hagyják a válogatottságot, még a pályafutásokat is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a szerbek itt mindent meg fognak tenni, hogy az olaszok ellen is mindent megtettek egy kemény határozott védekezéssel, hogy a spanyolokat is legyőzzék. Habár a spanyolok azért mumus nekünk, a szerbeknek ugyan utóbbi nem tudom hány évben, 5-6 év, vagy 2-3 évben azt hiszem nem sikerült megverni a spanyolokat. Úgyhogy itten szerbek győzelmet várom. A másik meccsen a magyar-görög, ugye már meglepetés volt, hogy a görögök megvehetik ott a magyarokat, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebből tanultak a fiúk, hogy milyen hibákat követtek el, azt ki kell küszöbölni, és hiszem, hogy a görögöket legyőzik, és egy magyar-szerb döntő várható. Magyar-szerb döntő? Én is abba bízok, és ott már minden megtörténhet. Én is abban vagyok, hogy ugyanabba a folyóba nem léphet az ember, tehát hogy kikapjanak a másik ellenféltől. De hát én azt hiszem, hogy itt mind a négy csapat, mindenki egymásról mindent tud, tehát itten szintén ilyen nianszok kommunik az egész, de a szerbek biztos döntőben vannak. Most magyar-görögön ott is egy érdekes eredmény lehet, de hát a szívem azt mondja, hogy diktálja, hogy a magyarok lesznek a döntőben szintén. Hát bízunk benne, hogy így alakul majd, de ezt majd csak holnap fogjuk megtudni. Nekünk viszont csak néhány percünk van hátra a műsorunkból, és ilyenkor mindig a nyereményjátékunkkal foglalkozunk, amelyben tegnap azt kérdeztük, hogy hány gólt szerzett a szerb férfi vízilabda válogatott az olaszok elleni negyeddöntőben. A helyes válasz pedig az A volt, vagyis 10. Ezúttal is sokan írtak nekünk, a pontos megfejtést pedig Lőrinc Vörös Andrea és Horváth Erika is tudta. Előbbi egy ötkarikás bögrét, utóbbi pedig egy sapkát nyert. Az ajándékokat a Pannon marketing osztályán felvehetik minden hétköznap reggel 8 és délután 4 óra között. Természetesen ma is van egy kérdésünk, amely így szól: melyik csapattal mérkőzik meg a bronzéremért a magyar női vízilabda válogatott? A. Orosz olimpiai csapat, B. Amerikai Egyesült Államok. A megfejtéseket a Sport Hétfő Facebook profilján üzenetek formájában várjuk, játszani pedig érdemes velünk, hiszen nem csak sapkát és bögrét lehet nyerni, hanem záró műsorunkban egy szerencsés nézőnk családi belépőjegyet nyerhet a Mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdőbe. Hát nektek köszönöm szépen, hogy itt voltatok, várunk vissza titeket még a stúdióban. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne feledjék, hogy holnap is lesz olimpia, így pedig ötkarika műsor is lesz, tartsanak akkor is velünk.